Sziasztok! A mai videóban ezt a gyönyörű angyalt fogjuk elkészíteni. Nagyon szép, nagyon mutatós, és jó nagy méretű. Hogyha tetszik, gyere és tarts velem! Kezdjünk is hozzá, ami kelleni fog hozzá, egy 100-as horgolófonál, és egy ahhoz illő 1-es horgolótű. Készíteni fogok 6 darab láncszemet. Horgolótűre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Összekapcsolom az elejét a hátuljával. Így. Kialakul egy icike-picike kis kör. Most készítek felfelé 4 darab láncemet. 4. Ez lesz igazából egy egyrehajtásos pálca plusz egy emelés. És ez az első egyrehajtásos pálcám, és még 9 darab egyrehajtásos pálcát készítek, plusz egy emelést. 1, 2, közben elvezetem a zsinort itt alul, hogy már ezzel ne legyen gondom. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja igen, és mindegyik közé természetesen kell egy láncem. 8, 9, egy emelés, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Várjunk csak, 1, 2. Igen, megvan a 10 darab láncem, és most ide, ugye első 3 láncemet elkészítettük, de közte van 1 darab láncem emelés, ezért 1, 2, a harmadikat leszámolom, és a harmadiknak a tetejébe összehurkolom. Így a 10 darab egyrajtásos pált. Ha meg vagyok ezzel, emelek felfelé egy láncemet, és ide közvetlenül a tövébe, ide ennek az egyrajtásos pálcának a tövébe készítek egy rövid pálcát. A mellette lévő kis lukba 2 darab rövid pálca lesz, és rögtön a tőbe, ebbe a láncembe, ide, az egyrehajtásos pálca tetejébe, oda is megint egy darab, egy darab rövid pálca. Majd ide a lukba megint. Mindig homályos, nem igaz? Ide a lukba megint 2 darab rövid pálca. 1, 2, és megint a szárba egy darab rövid pálca. Megint a lukba 2. 1. 2. És az egyrehajtásos pálca fölötti láncembe megint 1. És így halad a körbe egészen a végéig. Miután körbeérek, összekapcsolom az elejét a hátuljával, és emelek felfelé 3 darab láncemet. Itt a láncem emelés után kihagyom az első láncemet rögtön a tőnél, és a mellette lévőbe hurkolok le. Megint 3 darab láncem. Kihagyok egy láncemet, és a mellette lévőbe hurkolok. 3 darab láncem. Kihagyok egyet, és a mellette lévőbe hurkolok le közvetlenül. 3 láncem, kihagyok egyet, és a mellette lévőbe megint. És így haladok körbe egészen a végéig. Az utolsó 3 láncemnél behurkolok ide lentre, a tőbe
És ezzel lényegében 16 darab ilyen kis hurok keletkezik ezen a kis koronaszerűségen. Ezt én most elvágom, és utána a szálat majd eldolgozom. Így. Most pedig készítsük el a fejet. Varázsgyűrűvel fogok kezdeni. 6 darab rövid pálcát teszek varázsgyűrűbe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ezt összekapcsolom. Majd összekapcsolás után minden szembe dupla rövid pálcát fogok készíteni. Emelek felfelé egyet, és rögtön mellett is a tőbe 12 darab rövid pálcának kell lennie. 1, 2, ez most a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, és az utolsó 11, 12, és most folytatólagosan megyek tovább, összekapcsolom az elejét a hátuljával, egy sima rövid pálcával. Nem fogok emelni fölfelé, na, lánagyítok, egyszerűen csak megint jön az a módszer, hogy egy rövid pálca, egy dupla, egy dupla, egy rövid pálca, egy dupla. Itt most 18 darab rövid pálcának kell lennie. Aztán megint egy rövid pálca, egy dupla, dupla rövid pálca. Egy rövid pálca, egy dupla, és a végén megint egy rövid pálca, és egy dupla. Jó. Még van, már nincs csak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jó. Jövök tovább, és most itt 2 rövid pálca egymás mellé, 1 dupla. Azért én beleteszem a vezetőt, 1, 2, 3, 4, itt kezdtem el. Egy vezető fonál, innen indultam. 2 rövid pálca, 1 dupla. 1, 2 rövid pálca, 1 dupla. Megint. 1 dupla. Kettő rövid pálca, egy dupla, kettő rövid pálca, egy dupla, és a legvégén 2 rövid pálca és 1 dupla. Jó, meg vagyok ezzel a 4 sorral, és most ez egy vékonyabb fonál, ezért készítenem kell nekem még egy kört, hogy még jobban ki tudjam szélesíteni, mert ugye korábban mindig vastagabb fonállal csináltam, és vastagabb volt maga a,
a horgolótű is. Ezért most készítek még egy kört, ami 3 rövid pálca és 1 dupla lesz. Ez az 5. kör, 2, 3 rövid pálca, és utána haladni fogok egyszerűen lefelé. Elnézést, 1, 2, 3 rövid pálca, 1, 2, 1 dupla, 3 rövid pálca, 1 dupla. Véget értem a sorral, jövök vissza. Az 5. sor befejezése után sima, egyszerű rövid pálcákat fogunk lefelé készíteni. Jó. Egy sima rövid pálca, semmi duplázás, semmi szaporítás. Sima rövid pálca, 6 soron keresztül. Így. Csak egyszerű sima rövid pálca. Elkészítem 6 sort és jövök vissza. Miután elkészült a 6 darab sor, utána elkezdjük a fogyasztást. A legutolsó sornál, ugye az 5 láncemnél úgy fejeztük be, hogy 3 darab láncem, egy darab szaporítás. Most ugyanezt fogjuk csinálni, 3 darab rövid pálca, nem láncem, rövid pálca, 2, 3 darab rövid pálca. Most csak egy fogyasztást fogunk csinálni. A fogyasztás az mindig 2 félből jön össze. A 2 láncszemet félbeveszem, áthúzom, majd ráhurkolok. Megint jön 3 darab rövid pálca. 2, 3, és jön egy fogyasztás. Egy fél, és ezt így összehurkolom. 3 darab rövid pálca, 1, 2, 3, és egy fogyasztás. Újabb 3 rövid pálca, és így megyek körbe egészen a végéig, és utána jövök vissza. Végére értem a sornak, és most beteszem a golyót, mert már beszűkült annyira, hogy most már jó lesz bele. Kicsit be kell illeszkedni, és tökéletesen beleillik. Jó, jön a következő fogyasztósor. Az előbb 2 rövid pálca, 1 fogyasztás volt, most 1 rövid pálca, és 1 fogyasztás fog jönni. Vagy nem, várjunk, csak az előbb 3 rövid pálca volt, és akkor most 2 rövid pálca, és 1 fogyasztás ennél a sornál. Így van, 2 rövid pálca, 1 fogyasztás. Megint 2 rövid pálca, 1, 2 rövid pálca, 1 fogyasztás. Így. 2 rövid pálca, 1 fogyasztás. Így megyek a sor végéig, és ha végeztem, akkor jövök vissza. Véget ért a sor, most pedig jön az 1 rövid pálca, 1 fogyasztásos sorunk. 1 rövid pálca, 1 fogyasztás. 1 rövid pálca, és 1 fogyasztás. És így megyek körbe egészen a végéig. Az utolsó körben pedig úgy fogunk tovább haladni, hogy fogyasztunk 1, 2, 3-at. 1, 2, 3-at. Aztán 1 rövid pálca. Így. Megint fogyasztunk 3-at. Na. Menj már bele!
Egy, nem tudom máshogy megoldani, csak így, annyira szoros. Kettő, itt is hármat fogyasztunk, és utána egy rövid pálca. A lényeg az, hogy a fej végénél 8 darab láncszemnek kell lenni. Kettő, és egy rövid pálca. Na. Emelek felfelé 3 darab láncszemet, és az első láncszemünkbe rögtön, ami itt van a tőnél, készítek még 3 darab, látjátok, így rögtön a tőnél, 3 darab egyrehajtásos pálcát, ugyanebbe a láncszembe, 2, 3. A következő láncszembe, ami itt van közvetlenül mellette, úgy szintén 4 darab egyrehajtásos pálcát készítek. 2. Jaj. 3. 4. Megint készítek 4 darab egyrehajtásos pálcát. 1. 2. 3. 4. Mind a 8 láncszemünkbe, ami a nyakánál van, 4 darab egyrehajtásos pálcát kell készítenünk. Összesen 32 darabot. Elkészültem a 32 darab egyrehajtásos pálcával, ugye minden egyes láncszemben 4 darab egyrehajtásos pálca, és most megkeresem a harmadik láncszemnek a tetejét, és összekapcsolom vele. 3 darab láncszemet emelek felfelé, és itt közvetlenül a tőben lévő, mellette lévő láncszembe le fogok hurkolni, majd készítek 2 darab láncszemet, és a mellette lévőbe úgy szintén egy egyrehajtásos teszek mellé. Megint jön mellé sima egyrehajtásos, és megint jön 2 darab láncszem, 1-2, és megint jön egy egyrehajtásos mellé, és megint egy egyrehajtásos mellé. Így 2 darab láncszem, egy sima egyrehajtásos jön mellé, és még egy egyrehajtásos jön mellé. Megint 2 darab láncszem. És így haladok teljesen körbe az egész soron. 2 darab láncszem, és megyek körbe. Miután beértem az utolsó dupla egyrehajtásos pálcával, készítek felfelé 2 darab láncemet, majd megkeresem a harmadik láncem tetejét, hogy össze tudjam hurkolni. Ezután jön felfelé 3 darab láncem, majd mellé egy egyrehajtásos bele az előtte lévő egyrehajtásosnak a tetejébe. Ide a köztes részbe, ide is sima natur egyrehajtásos jön, és megyek tovább a mellette lévőnek a tetejébe, és megint a tetejébe. Így mindegyiknek a tetejébe készítek egy darab egyrehajtásos. A köztes részben megint csak egy darab egyrehajtásos, és a tetejében megint haladok tovább. Egyrehajtásos, egyrehajtásos. És így megyek körbe az egész körül. Így haladok az első 3 ilyen láncszempárig, és utána ide, ebbe a belső részbe pedig egyrehajtásos pálcapárt fogok készíteni, közte 2 darab láncszem, és úgy szintén még egy egyrehajtásos pálcapár mellé, így ebbe a részbe. A mellette lévőbe úgy szintén ugyanezt megismétlem, 1-2 darab egyrehajtásos, 2 darab láncem, 2 darab egyrehajtásos. A következő szembe is ugyanez kerül, ide mellé. 1-2, 2 láncem, és
Egy, kettő, és megint a következőbe is. Egy, kettő, kettő darab láncszem, és ugyanebbe a láncszembe beakadtam. Na. Ugyanebbe a hurok részbe megint kettő darab egyrehajtásos. És még készítek belőle még kettőt ide. Egy, kettő, kettő darab láncszem, egy, kettő, egy lukkal mellé lépek, egy, kettő, kettő darab láncszem, és egy, kettő. Összesen 6 darab ilyen díszítésnek kell lenni ezekben a részekben, és utána megyünk tovább ezzel az eleje résszel, ugyanúgy mindegyiknek a tetejébe. Egy sima, egy ráhajtásos, ide is egy sima egy ráhajtásos, a köztes részbe úgy szintén, a mellette lévőbe egy sima egyrehajtásos, egy sima egyrehajtásos, a köztes részbe úgy szintén, és az utolsó párnak a tetejébe egy sima egyrehajtásos, egy sima egyrehajtásos, és így ez az eleje rész, vagy a hátulja, amelyik szimpatikusabb. És most jönnek megint ezek a lukak, amibe duplán készítem az egyrehajtásost, közte kettő darab láncszem, és megint két darab egyrehajtásos, mellette lévőbe úgy szintén, egy, kettő darab egyrehajtásos, kettő láncszem, kettő egyrehajtásos, mellé, kettő, két darab láncszem, és két darab egyrehajtásos. Egy, kettő, jön a következő, kettő darab egyrehajtásos, kettő darab láncszem, és kettő darab egyrehajtásos megint. Jön a következő. Jaj. Egy, kettő, egyrehajtásos, kettő láncszem, és kettő egyrehajtásos. Egy, kettő, három, négy, öt, és jön az utolsó, az pedig ide. Kettő darab egyrehajtásos, kettő darab láncszem, kettő darab egyrehajtásos. Úgy összekapcsolom az elejét, a hátuljával megkeresem a harmadik láncszemnek a tetejét, és egy kúszó szemmel összehúzom, emelek felfelé három darab láncszemet, és ezeken az egyrehajtásos pálcákon végigmegyek, mindegyikbe sima egyrehajtásos pálcát fogok készíteni. Összesen 8 darabot. Így. Ezután egyrehajtásos pálcákat fogunk készíteni minden egyes hurokba ide, méghozzá 9 darabot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, így, átmegyek a következőbe, egy rajtásossal, és jön a 9 darab, megy rajtásos megint, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, így, és körbe megyek egészen az utolsó szemig, mindenhova 9 egy rajtásos teszek, itt pedig 8-at, majd úgy szintén ezekbe a hurkokba is 9 egy rajtásos, és utána jövök vissza. Miután elkészítettük az első sort, ugye 6 darab 9-est, tehát itt nem közvetlenül azonnal a tőbe készítem az egyrehajtásos pálcát, a 8 darabot, hanem innentől a harmadikba ide. Leszámolok 1-2-t, és a harmadiktól kell, lényegében ahol kezdődik, az egyrehajtásos pálca fölötti egyrehajtásos pálca. És ott kell nekem ezt folytatnom, mert ott az lesz a ruha eleje. 2, 3, 4, 5, 6, 7, és 8. És innentől megint egyrehajtásosok jönnek ide a lukba. 1, 2, 3, és így tovább 9 darab mindegyikbe, mindegyik ilyen lukba, 9 darab egyrehajtásos pálca, ugyanúgy, ahogy itt. A végéhez értem a sornak, összekapcsolom az elejét a végével. Ezután emelek felfelé egy láncemet, és innentől kezdve minden egyes egyrehajtásos pálca tetejébe rövid pálcát fogok készíteni, de csak az első 8-ba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Ezt meghagyom itt a túloldalra. Na, már nincs, csak van még egy szerintem. Igen, még egy utolsó. Most így a 8. Összehajtom az elejét a hátuljával, és ide, ahol az előbb abba hagytam, és csináltam ezeket az egyrehajtásosokat, ide átcsatlakozom. Összekapcsolom, megfordulok, és úgy szintén készítek rövid pálcákat egészen a sor végéig. Itt is figyeljünk rá, hogy csak 8 legyen, majd a végén összekapcsolom a test túloldalán lévő utolsó láncszemmel. Így. Ez lesz igazából itt a mellkas része, ezek pedig a szárnyai. Nagyon szépen már helyezkednek. Miután összekapcsoltam az elejét a hátuljával, emelek felfelé 3 darab láncemet, és emelek még hozzá plusz egyet, és elkezdek minden egyes láncembe egy ilyet készíteni, egy sima egyrehajtásos pálca, majd egy leemelés mellé ugyanezt, egyrehajtásos pálca, emelés, egyrehajtásos, emelés. Ezzel kezdjük el kialakítani a szoknya részét. Egyrehajtásos, emelés. És így megyek egészen a sor végéig. Először is ide, ugye az összekapcsolt részbe. Végmentem az elejébe, és most itt van nekünk az összekapcsolt rész. Ebbe a köztes részbe is mindenképp kell tenni egyet,
és utána a túloldalra úgy szintén a folytatás. Egyrehajtásos és egy emelés. Egy egyrehajtásos és egy emelés. Így megyek körbe egészen a végéig. Végéhez értem a sornak. Összekapcsolom az elejét a hátuljával, annyi különbsége, hogy itt ugye közte van egy láncszem, ezért nekünk ott egy köztes részt, egy helyet hagyni kell. Így. Kúszószemmel összekapcsoljuk, emelek felfelé először 3 darab láncszemet, majd még hozzá plusz 2 darab láncszemet, ez lesz most a köztes rész. Minden egyes egyrehajtásos pálcának a tetejébe fogok készíteni egy egyrehajtásost, majd készítek hozzá 2 darab láncszemet, és megint a tetejébe egy egyrehajtásost. 2 darab láncszem, a tetejébe egy egyrehajtásos. És így megyek körbe teljesen a végéig, ahol újra összekapcsolom majd. 2 láncszem, egy egyrehajtásos a tetejébe. Végigérek a sorban, összekapcsolom megint, de most figyelek arra, hogy 2 darab láncem volt a kettő között. Megkeresem a harmadik láncemet alulról, és belehúrkolom. Emelek felfelé 3 darab láncemet, és még plusz 2-t, ez lesz a köztes rész megint, és megint elkezdek a felső részébe hurkolni 2 darab láncem a köztes részben, és egyrehajtásos pálcát a szoknya felső részében megint 2 darab láncem, és megint mellé megyek 2 darab láncem, és ugyanoda a felső részébe hurkolok 2 láncem, és megint egyrehajtásos. És így haladok egészen a végéig. A sor végéhez értem, összekapcsolom az elejét a végével, megint figyelek arra, hogy a kettő közt ugye 2 darab láncem az eltérés, emelek felfelé 3 darab láncemet, és még plusz 2-t, és készítek megint egy ugyanilyen sort, minden egyrehajtásos pálcának a tetejébe egy egyrehajtásos, 2 darab láncem közte, és jön a következőbe az egyrehajtásos, 2 darab láncszem, és egyrehajtásos, 2 láncszem, és megint egyrehajtásos, 2 láncszem, és egyrehajtásos. Így haladok egészen a végéig, ez most már a negyedik sorom. Végére értem a sornak, összekapcsolom megint az elejét a hátuljával, és készítek ugyanebből a sorból még egyet. Összesen 5 darab ilyen szoknya rész fog kelleni nekünk. 1, 2, 3 darab láncem, plusz még 2 az emelés, és jönnek az egyrehajtásosok tetejébe az egyrehajtásosok, 2 darab láncem, egyrehajtásos, 2 darab láncem, egyrehajtásos, 2 darab láncem, egyrehajtásos. Így megyek egészen a sor végéig. Beérek a sorba, úgy szintén véget ért a sor, összekapcsolom megint a harmadik láncszemnél, és innentől kezdve el fog kezdődni a minta része a szoknyának. Átjövök ebbe a húrok részbe, vagy négyzetbe, most ugye itt négyzet formája van, emelek felfelé még 3 darab láncszemet, összesen 4 darab láncszem lesz, és készítek ide még pluszban 3 darab kétrehajtásos pálcát. 2, ez a harmadik, és összesen 4-nek kell lennie, majd készítek még 3 darab láncszemet felfelé, így, és ugyanebbe a láncembe jön még egy darab kétrehajtásos pálca. Így. Áthúrkolok, nem közvetlenül ebbe, hanem a mellette lévőbe. Egy újabb kétrehajtásos pálcával, ami kezdődik megint előről. 4 darab
két ráhajtásos pálcát teszek bele, ez a második, harmadik, negyedik, jön három darab láncszem, és ugyanebben a láncszem vagy hurokba jön még egy két ráhajtásos pálca, majd megint egyet kihagyva áthurkolok ebbe, és jön négy darab két ráhajtásos, három láncszem, és egy darab két ráhajtásos, és a kész van, jövök vissza. Beérek a sor végébe, majd összekapcsolom az elejét a hátuljával egy kúszószemmel. Jaj, ez jól is jött. Így kúszó szemmel. És ezután át kell kúsznom egészen eddig a lukig. Így. Majd ezt a folyamatot most meg fogom fordítani. Eddig ugye úgy volt, hogy itt volt négy darab kétrehajtásos, és erre felé hajlott az egész. Most az egész ellentétes irányba fog hajlani, ami azt jelenti, hogy készítek felfelé 7 darab láncszemet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és utána ugyanide ebbe a lukba 4 darab két ráhajtásost. 2, 3, 4, így, ahogy a másiknál is csináltuk, majd jön egy darab két ráhajtásos ebbe a lukba. Jaj. Két ráhajtásos. 1, 2, 3. 3 darab láncszem. És megint jön 4 darab két ráhajtásos a másik oldalra. 1, 2, 3, 4. Így. Most megfordult az egész. Megint jön egy két ráhajtásos ebbe a lukba. Három darab láncszem. És négy darab két ráhajtásos ugyanabba a lukba, csak a másik irányba. És egy utolsó. Így. És így haladok a sor végéig. Beérek a sor végére, megint összekapcsolom az elejét a végével. Ugye itt most figyeljünk arra, hogy itt nagyon sok láncszemmel kezdtük héttel. Itt le kell számolni nekünk 1, 2, 3, 4 darab láncszemet, és a 4 darab láncszemnél kell összekapcsolni ezt a kettőt. Megint oldalra jövök ebbe az egy lukba. És most kezdődik ugyanúgy, ahogy az elején kezdtük, készítek 4 darab láncszemet felfelé, majd jön ide még 3 darab két ráhajtásos pluszba. 2, 3, emelek felfelé 3 darab láncszemet, 1, 2, 3, majd készítek még egy egyrehajtásost ebbe a lukba. Aztán kétrehajtásossal átjövök a következő lukba, és jönnek megint 4 darab kétrehajtásos. Így. 3. Négy, három darab láncszem, és jön egy negyedik, vagyis az ötödik ide oldalra két ráhajtásos. 4 darab két ráhajtásos, 3 darab láncszem, 1 darab két ráhajtásos, átjövök a következőbe. Úgy szintén 4 darab két ráhajtásos, 3 darab láncszem, 1 darab két ráhajtásos, átjövök a következőbe. 4 darab
Két ráhajtásos. És így tovább egészen a sor végéig. Beértem a végére, elkészítettem az utolsó két ráhajtásos pálcát, összekapcsolom az elejét és a végét egy sima úszószemmel, és emelek felfelé egy láncszemet. Rövid pálcákat fogok készíteni minden egyes láncszembe. 1, 2, 3, ebbe a részbe 3-at. 1, 2, 3, majd emelek felfelé 3 darab láncemet, mert ide készítek egy pikót, visszahurkolok pikónak, és megint jön 2 darab láncem ebbe a részbe, és utána megyek egyenesen tovább, addig, amíg át nem érek teljesen a következő hurok részig. Egyenesen, körbe-körbe, ide értem a következő hurokig, itt megint 3 darab láncszemmel jövök be, emelek felfelé 3-at, visszahurkolok, és még 2-t készítek ugyanide. 1, 2, és megyek tovább a következő hurokig, a következő pikóig. Így készítek minden egyes hurokba egy pikót. Beértem a végére, és igazából itt egy sima, egyszerű, rövid pálcát átsúsztatok, és egy kúszószemmel, és utána elvágom a végét. És ennyi lenne ez a kis angyal. Ugye volt nekünk egy koronánk, nem tudom, leesett. Remek, jó, megtalálom, megkeresem a koronát, és utána visszajövök. Á, meg is van. Szóval ezt az angyalt rá kell húzni egy keményítő testre, és utána pedig ezt a koronát, ezt is ide kell ragasztani a fejének a közepére. Ahol van a középpont, az úgy szintén a középpontban érkezik. Egyszerű szilikonos pisztollyal ezt ide lehet ragasztani, és utána tökéletesen jól néz ki ez a kis angyalka. Na, hát igazából így nézünk most ki, ugye? Volt nekem egy harangformám, amit keményítésre használtam, azt körülbelül be is tudom most tenni a testébe, hogy nagyjából azért látszódjon, hogy mi fog történni. És mondjuk egy nagyon vastag horgoló tűt megbeteszek ide, de ezt majd úgyis inkább ceruzával oldom meg, mert sokkal jobb. Megcsinálom a keményítést és a felragasztást, és utána mindenképp visszajövök. A videó elején úgyis mindig látjátok, hogy milyen is a végeredmény, és hogy miből is indulunk ki. Ennyi lett. Befejeztem a végét, és igazából kikeményítettem, és tettem rá ilyen gyöngyöket. Ennyivel egészítettem ki, utána formára húztam, letűztem, meg ide föntre a korona részébe is ugyanezeket a gyöngyöket raktam be. Ennyivel egészítettem ki a végét. Szerintem nagyon kiemeli, nagyon szép lesz tőle, és jól megcsillan rajta a fény. Ha gondoljátok, nyugodtan tegyétek bele ti is ezt. Ennyi lett volna a mai videó. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok. Szép napot kívánok nektek, nagyon szép készülődést a karácsonyra. Ha szeretnél továbbra is velem tartani, már hamarosan véget ér az advent, már nem sok videó van hátra, akkor gyere és tarts velem, még csatlakozhatsz nyugodtan. A videók nem lesznek törölve, mindegyiket újra meg lehet nézni. A csatornámon mindig ott vannak, végig lehet pörgetni az összes videót. És természetesen januárban sem fogom abba hagyni, nem az angyalkagyártást, hanem ugye jön a következő ünnep, majd a húsvét, aztán hamarosan érkezik a Valentin nap, és ezeket az ünnepeket is mind-mind meg lehet ünnepelni, és mindre lehet horgolni. Úgyhogy semmiképp sem hagyjuk abba a horgolást, folyamatosan megyünk tovább és csináljuk. Ha van kedved, akkor gyere és csatlakozz a YouTube csatornához, vagy esetleg van egy Facebook csoportunk, oda is tudsz csatlakozni, és horgoljunk együtt. Ha tetszett a videó, kérlek nyomj egy lájkot, esetleg egy hozzászólást, nagyon örülök mindig a hozzászólásoknak, oszd meg másokkal is, hogy másokhoz is eljusson,
És jó alkotást kívánok nektek, remélem sikerül meg elkészíteni. További szép estét, szép napot, sziasztok!